Nem esik egybe Magyarország nemzeti érdekeivel Ukrajna uniós csatlakozása, erről beszélt Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádió interjújában. A kormányfő arról is beszélt, hogy százezrével tenné tönkre a magyar gazdákat, ha az ukrán mezőgazdaságot beemelnék az uniós rendszerbe. A híradónk által megkérdezett agrárközgazdás szerint az uniós termelői áraknál sokkal alacsonyabb árszintet jelentenek az ukrán termékek. Magyarország nem vétózik. A magyar érdekekkel ellentétesnek tartja Orbán Viktor miniszterelnök Ukrajna uniós csatlakozását. A kormányfő az állami rádióban azt mondta, a vétó nem létezik az uniós alapszerződésben, ezért Magyarország nem vétózni fog, hanem meg fogja akadályozni a döntéseket. én azt javasoltam, most is azt javaslom, hogy Ukrajna Európai Uniós tagságának tárgyalása ne kezdődjön meg. Ezt Miután nem lehet elérni, hogy megkezdődjön, hiszen mi azzal nem értenénk egyet, ezért ne is tűzzük napirendre. Akkor tűzzük napirendre, ha már kivitattuk előre, és egyetértést tudtunk kialakítani. Ezért hiba a bizottság részéről. Hogy a bizottság azt erőlteti, hogy mi a miniszterelnök ezt tűzzük napirendre. Ez nincs előkészítve. A miniszterelnök hozzátette, elég jó állapotban van ahhoz, hogy ezt elismerje mondani, akármilyen nyomást helyeznek is rá. Az egész nemzetközi közvélemény attól hangos, hogy egyre egyértelműbb Orbán Putyintól való függőségi viszonya. Ez óriási csalódás és hatalmas veszély mindannyiunk számára, hiszen 26 másik tagországi vezető vakarja a fejét, hogy mit kezdjen így ezzel az Orbáni zsarolással. Egyébként van benne egy hatalmas hazugság is, hiszen Ukrajna esetleges csatlakozása nem azt jelenti, hogy ez jövőre történne meg. A kormányfő arról is beszélt, hogy mivel Ukrajna háborúban áll, másképpen működik a politikai és jogrendszere, ezért azt sem lehet tudni, hogy az ukrán mezőgazdaság beemelése a szabadpiacra milyen hatással lehet a többi tagországra nézve. A magyar gazdák azt mondják, hogy az ukrán mezőgazdaság beemelése az európai mezőgazdasági rendszerbe tönkre fogja tenni százezrével a magyar gazdákat. Akkor miért kéne támogatni? Ez elsősorban a szántóföldi növénytermelésre igaz, tehát például a buza, kukorica, tehát a gabonafélék. Ezen kívül az olajos magvakban Bizony az ukrán mezőgazdaság jóval alacsonyabb költséggel dolgozik, és miután kiváló minőségi földjei vannak, ezért a hozamok is megfelelően magasak, vagyis van egy 20-25 százalékos költségelőny a növénytermelésben, ami azért jelentős. Ukrajnában ráadásul jóval olcsóbb a gázolaj, az energia, ahogy a munkabér is sokkal alacsonyabb szinten van, tette hozzá az agrárközgazdász. Szerinte lesznek más tagországok is, amelyek nem fogják támogatni Ukrajna gyors csatlakozását az Unióhoz.